Nyilvánvalóan mi hívők ezekben a napokban is a természetről nem, hogy nem feledkezünk el, hanem még inkább a figyelmünket arra fordítjuk, mert ahogy Pál apostol is mondja, a látható dolgok ideig valóak, a láthatatlanok pedig örökké valóak. És ezzel kapcsolatosan Pál apostol azt mondja, hogy a látható, tehát időbeli életben a szenvedése, neki a szenvedése könnyű volt. Hát azt gondolom, hogy azt a könnyű szenvedést szívesen elkerülnénk, amit Pál apostol könnyűnek minősít, de miért tartotta Pál apostol könnyűnek a szenvedését? Azért, mert olyan erős szívű volt, mint Mózes, láthatatlanra nézett, Istennek a dicsőségére nézett, és erről nem szabad elfeledkezni, hogy amikor az ember megpróbáltatáson megy keresztül, és szenved az ember, fáj annak a dolgok, és nem tud segíteni, ahogy megváltoztassa akár a embertársainak, akár saját maga sorsát. Egyet tud csinálni az ember, hogy elszenvedi. Általában akkor szenvedi el az ember a körülményeken, amikor nincs a kezében a megoldásnak a kulcsa. Ezt nevezük igazából szenvedésnek, persze ennek sok formája van. És természetesen a szenvedésnek sok oka van, például az egyik általános oka a bűn, a második általános oka, hogy valaki az igazságot ismeri, igazságban jár, az igazságot képviseli, és az igazságnak az ellenfelei azok el akarják hallgattatni, és ilyen módon fizikai vagy más lelki fájdalmakat vagy szenvedéseket idéznek elő. De arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a golgotai kereszt áldozatát ne értsük félre. Amikor arról beszélünk, hogy a názáreti Jézus Krisztus bűnhődött a bűneinkért, tehát szenvedett a bűneinkért, ez nem azt jelenti, hogy ez a helycsere, hogy a názáreti Jézus Krisztus levette a büntetésünket és a szenvedésünket is felvállalta, hogy ez feltétlenül bennünket determinál egy szenvedés nélküli földi életre. Sajnálatos módon a pünkösdi karizmatikus közösségekben széles mértékben elterjedt ez a megváltásnak ez az értelmezése. Nem így van. Persze hinni kell nyilvánvalóan a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatában, de hát épp az előbb említettem Pál apostolnak a történetét, hogy eleve már Pál apostolnak az elhívásakor Isten azt mondta, hogy elhívom az én választott edényem, és megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvednie. És látjuk, Pál apostolnak az életének szerves része volt a szenvedés. De Péter apostol is, erről is el lehet mondani, különösen a életének, a szolgálatának a végén, a Néró korszakában, amikor ugye őt is felelősségre vonták egy koholt vád miatt, hogy mintha felelősek lennének a tűzvészért, ami kirobbant Rómában, a Pál apostol, vagy Péter apostol megfeszítették keresztre, és ráadásul sokkal borzalmasabb keresztfeszítésben részesült, kínhalálban részesült, mint az átlag megfeszített ember, mert fejjel lefelé a hagyomány szerint feszítették keresztre. Tehát a szentek közül különösen az első két században, vagy a első három században nagyon kevés volt olyan, aki nem tapasztalta volna meg, hogy a földi életben is a keresztényeknek osztály része a szenvedés. Persze nem megijeszteni akarlak benneteket, nehogy félreértés legyen, csak nem szabad ilyenkor zaklatottan kapkodni, és ami eszébe jut az embernek, és főleg az érzéseitől, vagy a fizikai érzékszerveitől, hogy azt megfogalmazza, és különösen kitegye az internetre, mert nem bőrs dolog, amikor a keresztények butább dolgokat találnak ki, és terjesztenek, mint például a nem hívő emberek. Tehát ezért felhívom a figyelmeteket, hogy van
a szenvedésnek egy harmadik oka, hogy egyszerűen a bűnbe esésnek a következményében ez az egész világ a rothandóságnak az igája alá került, és a rothandóságnak az igája az azt jelenti, hogy a földi létezés megüresedett, üres lett, hiába valóvá vált, hiába való lett, és ugye pontosan Salamon egy könyvet szentel ennek a kérdésnek a vizsgálatára, és megvizsgálja az emberi tevékenységnek szinte minden területét, és azt a következtetést vonja le még a művészettel kapcsolatosan, irodalommal, ugye ő is zsoltárokat írt, verseket írt, csodálatos épületeket épített, palotákat, kerteket, ligeteket, szerelemnek is átadta magát, italozásnak is átadta magát, de hedonizmusnak is hódolt Salamon, és rájött arra, hogy egyetlen egy nap alatti tevékenységében az ember nem találja meg a nyugalmát, a békességét, hanem felette nagy hiábavalóság és a léleknek a gyötrelme. És azért, mert a szív üres, azért, mert a szív, az embernek a szelleme csak Istenben nyugszik meg, ahogy a zsoltáros mondja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy észrevegyük és lássuk azt, hogy különösen a földi élettel kapcsolatosan, amikor természetes szinten akarjuk az életünket megalapozni, felépíteni, és a jó időszakban meg vagyunk győződve arról, hogy ez már egész földi életünkbe így fog menni, olajozottan fog történni minden, egyre több áldásban lesz részünk, egyre több fejlődésben, növekedésben lesz részünk, és hát gyakran a valóság beleszól ebbe, mert a látható világ, a körülményeink rothandóság igája alatt van, és sóvárog a anyagi világ is, sóvárog a bennünk lévő Szent Szellem is, és sóvárunk mi is a fiúságnak a napja után, hogy történjen meg a föltámadás, folytatódjon a föltámadásnak a rendje, szakaszai, és megtörténjen az igazak föltámadása, hogy az Isten fiainak a dicsősége megjelenjen a földön, mert ez az, ami a rothandóságnak az igáját gyengévé teszi. Tehát ez is egy nagyon fontos oka a szenvedésnek, és ez az ok, ez igazából nyilván a bűnbeesés következtében úgymond természetessé vált. Előtte persze nem volt természetes, de a bűn megváltoztatta nem csak az ember és Istennek a kapcsolatát, hanem megváltoztatta a Földnek, és sőt az egész anyagi látható világnak a tulajdonságait. Tehát ebből származhatnak rendellenességek, különösen olyan esetben, amikor az idő véges, vagyis egy új korszak kezdődik, Istennek egy új bánásmódja fog megvalósulni az emberiségnek kapcsolatosan. Ez alatt persze nem azt kell érteni, hogy teljesen a régiek hatályon kívül lesznek helyezve, hanem a régi bánásmód is folytatódik, de Isten valami újat is tesz, és ugye ma pontosan azért gondolnak sokan apokalipszisre, sokan ugye teszik fel a kérdést, hogy most kezdődik-e a nagy nyomorúság, jön-e vissza az Úr Jézus Krisztus. Tehát nem véletlenül, mert az biztos, hogy ez az időszak, ezek a napoknak az eseményei is azt jelzik a hívők számára, de nem hívők számára is látható, szinte minden nap hallok olyan mondatot, amely a Bibliával hozza összefüggésben ezeknek a napoknak a csapásait. Tehát, hogy ezek mind azt jelzik, hogy ebből a korszakból kevés idő van, tehát új korszak kezdődik. És még egyet szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor egy ilyen megpróbáltatás ideje van, nem bölcs dolog állandóan a megpróbáltatásokkal foglalkozni, hanem a Pál apostol is és Mózes is, akiről szintén meg van írva, hogy nem félt a királynak a haragjától, mert erős szívű volt, mert látta a láthatatlant, tehát a királynak a haragjától, melyik időszakra vonatkozik ez a Mózes életében,
amikor ugye kiment az Izrael fiaival, a rabszolgákkal vállalt közösséget, a rabszolgáknak a sorsával azonosult, és elhatározta, hogy a rabszolgáknak segíteni fog, ebből nagyon nagy bajba, ebből a segítőkészségéből nagyon nagy bajba került. Utána jött a migráns 40 év, az se volt könnyű, a pusztában, a sínai pusztában állattartással foglalkozni, juhtenyésztéssel foglalkozni, tehát ez egy nagyon erőteljes, szenvedési időszak volt Mózesnek az életében. De miért vállalta Mózes? Mert a láthatatlanra nézett, mert erős volt a szíve. Vagyis annak ellenére, hogy meglepte, amikor az Úr megjelent, de az a tapasztalat, hogy azok élik túl áldással a megpróbáltatásnak és a szenvedésnek az idejét, akik a szenvedés ideje alatt a végét látják. Mindig ez a lényeg, hogyha a próbákba kerülsz, szenvedésbe kerülsz, akkor ne azt gondold, hogy ez a vég, hanem a végnek kell látni a véget, mert van vége minden bajodnak, és minden gondodnak, és minden szenvedésednek. Ezt soha ne felejtsd el, mert az Úr veled van. És pontosan ilyen módon kell megragadni a názáreti Jézus Krisztus megváltásnak az áldásait.